Sziasztok! Ebben a külön kiadásban a PC-s verzió sorsáról fogunk beszélgetni, de az adás végén pár korábban tőletek érkezett kérdésre is válaszolunk majd. Nem is húzom tovább az időt, kezdjünk is bele! Az előző híradónk kapcsán nagyon sok kommentet kaptunk, többen megírták azt is, hogy befolyásolni tudjuk a YouTube csatornára érkező lájkok, diszlájkok számát. Ezt valóban megtehetjük? Hát ezt te tudod a legjobban, hogy a Google elég nagy cég ahhoz, hogy ilyet engedjen. Tehát ha valaki hozzányúlhat a lájkokhoz, az egyedül a Google. Gondolkodtunk mi is azon, hogy esetleg mi lehet az oka ennek az egésznek. Talán olyan, hogy valaki neki hát új nikeket regisztrálni tömegesen, és akkor azzal nyomott diszlájkokat. Nem tudjuk igazából, de mondom, de a Google-en kívül más ehhez nem tud hozzányúlni. A másik fontos dolog az igazából nem is csak ez, hogy most változott, nem változott a lájkok, diszlájkok aránya. Én azt gondolom, hogy ha ezt úgy figyelték a kommentelőink, és így biztos, hogy történt valami ilyen. De a legfontosabb az, hogy minket ez igazából a like-dislike arány nem igazán érdekel abból a szempontból, hogyha nekünk az lenne a célunk, hogy most like-okat gyűjtsünk, akkor cuki-cicás videókat rakodnánk ki, amikor éppen te, nem tudom, játszott kis cicák, tehát valami ilyesmit. Nem pedig tájékoztatnánk a játékosokat esetleg olyan témákról, amik érzékenyen érintik őket. Tehát nekünk sokkal fontosabb az, hogy olyan témákat vessünk fel, ami sok embert érdekel, még akkor is, hogy adott esetben ez egy ilyen dislike cunamival jár együtt, amit most kaptunk. Értjük, megértjük, elfogadjuk. A dislike-nak is megvan a maga üzenete, és eszünk ágába sincs ezzel manipulálni, meg nem is tudnánk, és értelme sincs. Igen, hát ezért ez a PC-s verzió és annak megszűnése elég nagy visszhangot keltett, úgyhogy szerintem érdemes is lenne ezt a témát folytatni, de talán kezdjük onnan, hogy mi is van most pontosan, mi történik, és miért történik a Flash-sel az, ami történik. Ez egy hosszabb téma, és azért is örülök, hogy bevezettük ezt a külön kiadást, mert ebben egy kicsit bővebben kifejtettem azt az egész történetet. Fontos az, hogy közel 20 évvel ezelőtt, amikor a honfoglaló már online is elindult, a Flash volt tulajdonképpen a böngészőknek az egyetlen interaktív lehetősége, tehát minden játék, minden mozgó dolog Flashben volt, és a böngészőkben szabadon terjeszkedtek a játékok. Ez az egész történet ez nagyjából akkor kezdett el megbicsaklani, amikor az Apple bevezette az iPhone-t, és a Steve Jobs felismerte, hogy neki igazából az lenne az ideális, hogyha a minden játék, minden tartalom, az gyakorlatilag az ő saját alkalmazás boltjukon keresztül kerülne el a játékosokhoz. Amit a Flash kínált, hogy böngészőben bárki nyugodtan játszhat és nem kell alkalmazás boltokból letölteni a játékokat, ez tulajdonképpen az Apple-nek az üzleti érdekeit sértette, és ezt nagyon hamar a némire később induló Android gazdája, a Google is felismerte, hogy tulajdonképpen nekik az a jó játék, amelyik valamelyikőknek az alkalmazás boltjában van letöltve, és amiből le tudják venni ők a maguk 30%-os bevételeit. Úgyhogy szépen fokozatosan lehetett látni, hogy a Flash-t nyírják ki, de ez jól látszott, hogy ez nem kifejezetten a Flash ellen irányul, csak a Flash volt az ennek az egésznek az ászlós hajója, mert a legtöbb játék Flash-ben készült, de mondjuk erre jó példa, hogy a Unity, amivel most mi is elkezdtünk dolgozni, a kezdetben a Unity-nek is volt egy böngészős verziója, de a Unity is megszüntette a böngészős verziót. És azért azt tudnunk kell, hogy a Unity az nem egy kis pici garázs cég, mobiljátékok döntő többsége Unity-ben készül. A Unity-nek az utolsó értékelése, a cég értékelése az 6 milliárd dollár volt. Ezt csak úgy kontextusba tegyük, ez gyakorlatilag jelen pillanatban több pénz, mint ami a 10 leggazdagabb magyar vagyonat. Tehát, hogy a Unity nem pici cég, ennek ellenére a böngészős játékfejlesztést ők is teljesen elengedték. Ők nem pici cég, de a Google és az Apple még náluk is százszor nagyobb cég. Viszont mi ugyan egy kicsi játékfejlesztő cég vagyunk, de azért azt gondolom, hogy a piacon vannak nálunk jóval nagyobb cégek is etéren. Az ő lobby erejük sincs akkora, hogy az Apple-lel, Google-lel szembe menjen esetleg, és valami változást érjen el? Most van a Fortnite-ról, biztosan sokan hallottak, hogy az ő fejlesztőjük az Epic Games, aki ráadásul az Unreal Engine csinálja.
Ők most belekezdtek egy háborúba az Apple-el és a Google-el. Én nagyon szurkolok nekik, hogy kicsit ezt a monopól helyzetet meg tudják törni, de azért legyünk reálisak, tehát az Epic Games se kicsi cég, de hozzájuk képest még mindig az van, hogy az Apple és a Google 100-szor nagyobb. Tehát, hogy az ember szívesen szurkol az esélytelennek, de azért, hogyha a realitást meg a piaci erőt nézzük, akkor én ezt erősen kétlem, hogy akár az Apple, akár a Google hagyja megtörni a monopóliumát. Úgyhogy mi itt nagyon kicsi szereplők vagyunk, itt ilyen atomhatalmak háborúznak egymással, és mi itt maximum ilyen gyalogos katonák tudunk lenni, de azokból is inkább csak a késes, kőbunkos verzió. Tehát, hogy itt ez a háború ez nem úgy fog eldőlni, hogy miért beértelme bele tudunk bármilyen irányba avatkozni. Próbálunk arra menni, amerre ezek a gigászok engedik. Viszont a világ az azért folyamatosan változik, ez ugye látszik a Flash kapcsán is, és azért már most látszik és várható változás a Google és Apple kapcsán is. Erről igen. Mit lehet tudni? Hát, ami látszik egyébként, ami hosszabb távon végül is nem biztos, hogy olyan rossz hír a PC laptop tulajdonosoknak, hogy a Google és az Apple miután sikerül úgy tűnik, hogy a szereplők nagy részét kiirtani, akik nem az ő alkalmazásboltjukon keresztül töltik le a játékokat. Most az Apple már meglépte, hogy aki az alkalmazásboltból, tehát aki a mobil játékot letölti, azt akár ugyanúgy letöltheti majd a laptopjára is. Még mi sem tudjuk pontosan, hogy viszonylag új bejelentés, de nagyon úgy néz ki, hogy ebbe az irányba haladunk, és a feltöltött mobil játékok gyakorlatilag játszhatóak lesznek laptopon az Apple univerzumban is. És a Google-nél is várható ilyen? Tehát, hogy egy androidos telefonra letöltött játékot, azt mondjuk egy Windowsos PC-n is? Van egy formálódó együttműködés a Samsung és a Microsoft között, és nagyon úgy néz ki, hogy ott ez még egy kicsit hátrébb tart, mint az Apple-nek a megoldása. Nem tudjuk, hogy pontosan ennek mi lesz a vége, de nagyon úgy néz ki, hogy ebbe az irányba haladnak, illetve a másik fele pedig az, hogy ugye a Chromebookokon keresztül a Google is ugye a saját operációs rendszerét, amit a laptopokra föltesznek, az is egyre inkább képes lesz arra, hogy mindig elérje a Play Store-ból a játékokat. Tehát a középtávon egészen biztos, hogy a Google-höz, Apple-höz feltöltött mobil játékok ugyanúgy gyártszatóak lesznek PC-n is, viszont az átmeneti időszakban ezt még nem tudjuk, hogy pontosan mi fog zajlani. És ebben az átmeneti időszakban esetleg van valami javaslatunk, mert azért úgy gondolom, hogy mi sem nagyon szeretnénk elengedni ezt a PC-s vonalat. Így van. Tehát ami van, most is ez talán, ha valaki nézett videósokat, streamereket, akik játszanak, a többség ugye eleve mobiljátékot Android emulátoron vagy emulátorokon keresztül játszanak. Ezek olyan programok, amit le lehet tölteni a PC-re, és a PC-n gyakorlatilag lehet mobiljátékokkal játszani. Ez talán a BlueStack 4-es az egyik legismertebb ebből, de ha valaki rákeres, hogy Android emulátor, akkor ezekre rá lehet találni. Ez az egyik fele, illetve a másik az, hogy mi magunk is gondolkodunk rajta, hogy esetleg kipróbáljuk és csinálunk egy videót, ahol bemutatjuk, hogy lehet egy ilyen Android emulátorral játszani a játékot ugyanúgy PC-ről, laptopról, mint eddig. Igen, mert gondolom ezért annyira nem lesz evidens. Nem. Tehát ez azért nem lehet egy pici műszaki véna, vagy esetleg valaki olyannak a segítsége, aki ebben tapasztalt. Nem kell informatikusnak lenni hozzá, de azért ez nem annyi, hogy ráklikkelek és letöltöm. Viszont ugye, hogy egyszer valaki ezt a folyamatot végigcsinálja, akkor utána onnantól már elméletek sokkal könnyebben működik. De mondom, mi se tudjuk még pontosan, hogyan működik, eddig nem voltunk rákényszerülve erre, úgyhogy meg körüljárjuk és próbálunk segíteni, hogy ezt az átmenetet minél zöggenőmentesebbé tegyük. A kommentek között többen felvetették azt is, hogy főleg az idősebb korosztálynak talán, hogy nem mindenkinek a legújabb mobileszköz van otthon, hanem régebbi, több éves telefont használ, hogy ezeket a készülékeket fogjuk-e támogatni, vagy csak a most szuperkategóriás, igazából csillagászati áron kapható telefonokat támogatjuk, esetleg tableteken elérhető lesz a játék? Hát mindenképpen az a célunk, hogy a játék legyen szép, de ez nem menjen a teljesítmény rovására. Már most úgy készítjük, hogy beállítható
szintek vannak, tehát hogyha esetleg valakinek gyengébb az eszköze, akkor lejjebb veheti a képminőséget, és akkor is akadásmentesen futni fog a játék, de eleve az a célunk egyébként, hogy 5-6 évvel ezelőtti telefonokon még akadásmentesen futson, akár a legjobb beállítások mellett is a játék. Aztán majd meglátjuk, mi lesz, de mindenképpen az a legfontosabb cél, hogy ha akár az alacsonyabb beállításokkal is, de mindenképpen menjen régebbi készülékeken. Illetve a tableteket ilyen szempontból kifejezetten ajánljuk, mert ott ugye nem jön bejövő hívás, ami megzavarhatja a játékot, illetve ha valakinek ugye a szemével van problémája, már nem úgy lát esetleg egy ilyen kisméretű kijelző, mint a mobiltelefon, viszont ebben a táborban lassan én is beletartozom, azoknak a tablet lehet egy jó megoldás, mert egy 10-es méretű tableten már négyszer akkora felületen látja szinte az ember egy 5-ös mobiltelefonhoz képest a kérdéseket, tehát ez lehet, hogy jó irány tud lenni. És mindenképpen az a célunk, hogy egy mai alsó kategóriás tableten is kényelmesen elfusson a játék. Persze senkinek nem turkáltunk a zsebébe, de azt gondoljuk, hogy egy ilyen alsó kategóriás tablet azért az nem egy olyan összeg, ami annyira nehezen férne bele bárkinek a költségvetésére. Még egy kicsit a játékfejlesztéséről beszéljünk pár szót, mert azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon könnyű alábecsülni, hogy mekkora munka is ez, és lehet, hogy egy kicsit mi is beleestünk ebbe a csapdába, még így ennyi év távlatából is. Igen, mi szerencsére csak kicsit, tehát mi eleve tudtuk azt, hogy ez legalább egy éves fejlesztés lesz, és most már tényleg egy éve dolgozunk rajta, de ezt képest is megcsúsztunk. Ennek a legfőbb oka az, hogy egy olyan nyelven kell programoznunk, amiben még senkinek semmilyen tapasztalata nincs a cégnél, ugye már a korábban is említett Unity. Ez maximum annyiban érinthet minket, hogy amikor elindul a játék, akkor lehet, hogy egy-egy kisebb funkció még nem fog egyből induláskor működni rajta, de mindenképpen arra törekszik, amit végre el tudunk érni hosszú évek után, hogy ha esetleg valami funkció nem is kerül bele az első pedagógiát, tudunk fejleszteni, hozzá tudunk nyúlni. Sajnos a jelenlegi verzió az most már évek óta nem tudunk érdemben hozzányúlni több különböző ok miatt, úgyhogy ez szerintünk sokkal jobb lesz. Tudjuk, hogy mindenki fél, aggódik, félti a honfoglalót, kicsit fél attól, hogy most azáltal, hogy a PC-s verzió nem lesz, vagy a böngészős verzió nem lesz közvetlenül támogatva, vagy akkor ugye elveszik az eredeti szellemisége, de mi nagyon bízunk abban, hogy így a játékosok visszajelzései alapján is szépen hát a jövő évben ez már a mindenki úgy fog emlékezni rá, hogy ez a valahol volt legjobb honfoglaló. Még így az adás végére pár korábbi kérdést összegyűjtöttem, és egy kicsit próbáljunk arról is beszélgetni. Egyrészt ugye a honfoglaló az nem most indult, azért előfordulnak szerencsére jó nagy számban olyan játékosok, akik akár 3-4-5 éve regisztráltak a játékra, választottak annó egy felhasználó nevet, akkor az nagyon szuperul hangzott, jó volt, de hogy azért 5 évvel később már lehet, hogy másképp gondolja az ember. Lesz-e lehetőség arra, hogy ezt megváltoztassák az új verzióban? Igen, ezt mindenképpen tervezzük, hogy egy ingyenes névváltoztatási lehetősége mindenkinek lesz, tehát előfordulhat, hogy valaki frissen regisztrált és csak rátenyerelt a billentyűzeten, aztán lett, ami lett, és ennél kicsit durvább verziókra ne is beszéljünk. Úgyhogy ugye ezt mindenképpen szeretnénk biztosítani, hogy valaki egyszer meg tudja változtatni a nevét, illetve elképzelhető, hogy biztosítunk további névváltoztatási lehetőséget is, de ezt mindenképpen aránytal érő. Ennek nem az az elsődleges oka, hogy kapzsik lennénk, de azt semmiképpen nem szeretnénk, hogy valaki minden nap más névvel szerepeljen a listán. Tehát azért alapvetően az, hogy most valaki egyszer megváltoztatja, mert regisztrációkor esetleg olyat választott, amivel később már nem tud azonosulni, az teljesen rendben van. Még el tudom képzelni, hogy akkor ott esetleg még, nem tudom, még a másodiknál is történt valami, hogy ezt a szalvajra cserélni, de az már kevésbé életszerű, de oda szeretnénk azért tenni egy gátat, hogy ne legyen olyan könnyű lecserélni. De azt, hogy korlátlanul lehessen nevet változtatni, azt semmiképpen nem szeretnénk. Ez vonatkozik a klán nevekre is majd? Igen, ez a célunk, tehát ugyanígy ott is előfordul, hogy valaki megalakít egy klánt, esetleg elsőre csak poénból, vagy valami küldetést akar megcsinálni, és kellett egy klán, és akkor azért van, hogy pusztuljon az összes honfoglalós, vagy nem tudom, akár milyen nevet adott neki, és ez lehet, hogy már nem ugyanígy gondolja, amikor már tele van 50 taggal a klán, és
már egy éve megy, és akkor meg akarja változtatni, ez teljesen rendben van, és itt is ugyanez lesz, hogy a további változtatás viszont akkor már csak a Climbpinch-tárból finanszírozható. Többen írtak a várak kapcsán is, mi lesz az aranyvárakkal? Az aranyvárak maradnak, pontosan még nem tudjuk, hogy hogyan, készen vannak már, tehát nem fognak elveszni. Tudjuk, hogy erős érzelmi kötődés alakult ki sok mindenképpen annak a várnak az irányában, amit megszerzett kemény munkával. A várak kevésbé lesznek talán hangsúlyosak, mint a jelenlegi verzióban, mondjuk azt, hogy ugyanannyira, viszont lesz egy új szereplő majd a játékban, aki ennél lényegesen hangsúlyosabb lesz, az a játékosoknak a katonája, de erről majd egy másik alkalommal beszélünk bővebben. Még a másik téma a híradóban ez a Facebook login és annak megszűnése volt. Ugye említettük, hogy akik Facebookkal loginoltak, azoknak majd lesz lehetőségük ezt megváltoztatni. Úgy beszéljünk egy kicsit erről, hogy kiket is fog ez pontosan érinteni, és hogyan is szeretnénk ezt megoldani. Ugyanez, most megint egy kicsit egy visszatekintés. Facebook szintén hasonló méretű cég, valamivel kisebb, mint az Apple meg a Google, de szintén egy óriási cég, amit viszont pont ezek miatt az adatvédelmi problémák miatt rendszeresen támadnak, nem feltétlenül alaptalanul. A Facebook logint a háttérben nagyon sokszor megváltoztatták, tehát ebből a felhasználók nem feltétlenül érzékelnek sokat, de a fejlesztőknek folyamatosan szaladgálni kellett utána, hogy akkor most itt változtassunk, ott változtassunk, így működik. Emiatt végül is a mobilon, mivel már a flash kliens nem is tudtuk frissíteni, ezért kénytelenek voltunk leállítani a Facebook logint, mert egyszerűen nem tudtunk frissebb verziót kirakni, és egyszerűen elkezdett nem működni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ugye a Facebookot a továbbiakban nem támogatjuk, tovább nem is tudjuk, hogy mi lesz a sorsa, rengeteg perindult ellene, tehát mi azt szeretnénk, hogy a honfoglalós loginnal lehessen belépni a játékba, valaki, ez egy e-mail cím, jelszó, páros, tehát ez nem egy ördögtől való dolog, bárki meg tudja csinálni. Akinek már van honfoglalós e-mail cím, jelszó, párosa, az annak gyakorlatilag kész van a konverzió, gyakorlatilag be fog tudni lépni az új játékban is. Ez inkább azokra vonatkozik, ugye, akik még PC-n vagy a Facebookon játszanak, és kizárólag Facebook loginjuk van. Tehát akinek van egy e-mail cím, jelszó, párosa és mellé Facebook loginja, annak sincsen semmi teendője. Ez majd csak és kizárólag azokra fog vonatkozni, akik csak és kizárólag Facebook loginnal lépnek be. Ott is csak annyi teendőjük lesz, hogy ez mellé a Facebook login mellé meg kell adniuk egy e-mail címet és egy jelszópárost, és akkor ez az e-mail cím jelszópárossal tudnak belépni majd az új mobil verzióba, és gyakorlatilag minden eredményüket jelentelenül át tudják hozni, függetlenül attól, hogy előtte akár a Facebookon játszottak, vagy a weboldalon játszottak Facebook loginnal. Meg egy utolsó kérdés. Volt nekünk annó Európa térképünk. Tervezzük el, hogy az új verzióban bármilyen, akár az Európa térkép, de vagy bármilyen más egyéb térkép elérhető lesz-e? Európa térképünk nem lesz, viszont egy nagyon fontos változás, hogy az összes verziót össze fogjuk rakni egy darab alkalmazásba, emiatt az alkalmazásban benne lesz több térkép, és az a célunk, hogy a barátjátékok folyamán, de lehet, hogy néha egy-egy különleges bajnokság alkalmából legyen lehetőség a tizen nem tudom hány térképünk közül akár bármelyiken játszani. Tehát ez majd tud hozni egy érdekes csavart a barátjátékban, de akár a bajnokságban, és aztán majd meglátjuk, hogy hol tudjuk ezt felhasználni, hogy az összes térképünk egy helyen megvan. Hát igazából nekem ennyi volt az összes kérdésem, szerintem így a PC kapcsán megint végigmentünk mindenen. A következő adásban majd a konverzióról beszélgessünk bővebben, mert szerintem ott még igen fel fog merülni jó pár kérdés a játékosok részéről is. Úgyhogy köszönöm, hogy válaszoltál újra kérdésre. Én is köszönöm, és a játékosainak kitartást és türelmet. Vigyék el, nem lesz olyan rossz ez a verzió, mint ahogy itt sokan félnek tőle. Ennyi fért a mai adásunkban. A következő adásban, ahogy ezt említettem, a konverzióról fogunk beszélgetni. Elmondjuk, hogy egyáltalán mi az, ami átvihető ebből a verzióból a következő verzióba. Hogyha esetleg kérdésetek merült volna fel a mai adás kapcsán, akkor azt írjátok meg a videó alatt kommentben. Illetve, amíg nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor ezt mindenképp tegyétek meg, így nem maradtok le a legfontosabb honfoglaló hírekről. És ne felejtsetek el minket követni Instagramon sem. Sziasztok!